Továbbra is kérdéses, mikor indulhat pontosan a Rácz-fürdő felújítása. A hegyvidéki Mátyás táborban a vakáció utolsó heteiben is különleges foglalkozásokkal várják a gyerekeket. A klímaváltozás nem csak az élővilágot alakítja át, de egyre több emberéletet is követel. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Bizonyos árvízvédelmi és tetőfelújítási munkák már ősszel elkezdődhetnek a Rácz-fürdőben, de az átfogó felújítás időpontja egyelőre bizonytalan. Leghamarabb 2024-ben indulhat el a fejlesztés. Akár egy jacuzziból is gyönyörködhetnek Budapest panorámájában a Rudas gyógyfürdő vendégei. Többek között zsolnai kerámiából készült ivókutak, gőzkamrák és különböző hőmérsékletű gyógymedencék is gondoskodnak a látogatók kényelméről. A fürdőt néhány éve teljesen felújították. Hasonló célból zárták be több mint 20 éve a mindössze 800 méterrel lévő Rácz-fürdőt is, amely azonban nem volt ilyen szerencsés. Bár a beruházás 2005-ben elindult, azonban egy pénzügyi vita miatt megakadt. Később ugyan a felújítás és a fürdő melletti szálloda megépítése is elkészült, pénzügyi és tulajdonjogi viták miatt azonban mégsem nyitott meg a Gellért hegylábánál lévő fürdő. A fővárosi tulajdonú Budapest Gyógyfürdői és Hévvizei ZRT 2021-ben szerezte vissza a Rácz-fürdőt, amivel kapcsolatban akkor azt tervezték, hogy már 2022-ben újra fogadhat vendégeket. Az időpontot aztán többször is módosították, a legutóbbi tervek szerint 2024-ben nyitna meg, de mostanra ez is bizonytalanná vált. Az épületegyüttest ugyanis teljesen fel kellene újítani. A Rácz-fürdő egy nagyon bonyolult történet, nagyon sokat dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy ez a fürdő minél gyorsabban megnyíljon. Most ott tartunk a folyamatban, hogy elkészült a Rácz-fürdő felújításának a terve. Ennek a tervnek az átvétele folyik jelen pillanatban. Ez egy több mint 600 fájból álló terv, amit tételesen is egy-egy fáj, több fáj tartalmaz. Ezt tételesen le kell ellenőrizni a kollégáknak a műszaki szakterületen. A terv átvételét követően készül el, vagy készíthető el az a fajta költségvetés, amivel majd a felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást meg tudjuk indítani. A felújításhoz szükséges források jelentős részét a Rácz Hotel hasznosításából finanszíroznák. Az első erre irányuló pályázat sikertelen volt, így valószínűleg módosítanak majd a pályázati feltételeken. Ettől függetlenül azonban tervezünk két nagy munkát elindítani, ami mind a kettő az állagmegóvás szolgálja. Egyrészt a teljes tetőnek a felújítását, gyakorlatilag a rekonstrukcióját, hiszen fölülről ázik a tető, és azt gondolom, hogy az állagmegóvás további feladatai ezt nem teszik lehetővé, hogy ehhez ne nyúljunk hozzá, és ugyanígy még egy vízzel szembeni védelem, az pedig az árvízzel szembeni védelem, ami azt jelenti, hogy az alagsorban rendbe kell tennünk az árvízi szivattyúkat, elektromos áram alá kell helyezni, tehát ezt a két feladatot mindenképp meg kell oldanunk most az ősz folyamán. A Rácz-fürdő egyébként a török hódoltság idején épült, de már azt megelőzően is kihasználták a közelben lévő forrásokat. A török fürdőt később Ybl Miklós tervei alapján bővítették és alakították át. A II. Világháború után pedig több épületrészt is elbontottak. A különleges műemlék állapota napról napra romlik, így a szakemberek szerint az átfogó felújítás nem sokáig halasztható tovább. Tovább drágulnak az üzemanyagok. Szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 7-7 forinttal kerül majd többe. A hét közepétől így a benzin átlagára 636 forint lesz, a dízel literjéért pedig átlagosan 645 forintot kérnek majd a töltőállomásokon. Tankolás előtt érdemes tájékozódni az árakról. Egyes benzinkutak árai között ugyanis több 10 forintos eltéréseket is tapasztalhatnak az autósok. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki agyonvert és kifosztott egy másik férfit egy 11. kerületi lakásban. Egy internetes oldalon ismerkedtek meg, majd egy újbudai lakásban találkoztak. Nem sokkal később azonban összevesztek, a vádlott pedig ütni kezdte a férfit, aki a földre rogyott. A gyilkossággal vádolt férfi elvette a sértett nyakláncát és a nála lévő pénzt, majd elmenekült. A földön fekvő férfinek még volt annyi ereje, hogy felhívja az élettársát, a kiérkező mentők viszont már nem tudták megmenteni az életét.
A fővárosi főügyészség emberölés büntette, valamint a pénz visszavétele, illetve a medál elvétele miatt, a medálos lánc elvétele miatt, kifosztás büntette miatt is vádat emelt a 48 éves férfival szemben. A férfi tagadja, hogy ő megölte volna, illetve ölési szándékkal bántalmazta volna a sértettet. Azt elismeri, hogy dulakodtak, és azt állította, hogy a dulakodás közben esett el és ütötte be a fejét a sértett, és így lett eszméletlen. A bíróságon folytatódik majd az eljárás, ahol előkészítő ülést tartanak, amennyiben nem ismeri be vád szerint a férfi a bűnösségét, akkor pedig tárgyalásra utalja majd a bíróság az ügyet, és ott le kell folytatni a megfelelő bizonyítást, és ennek eredményeképpen pedig határoz majd a bíróság arról, hogy bűnös-e a férfi vagy sem. A kollégáim álláspontja az, hogy bűnös, ezért is emeltük meg természetesen a vádirat. Tűzütött ki egy Szél Kálmán téri étteremben a hétvégén. A lángok a vendéglátóhely konyhájában csaptak fel. A tűz rövid idő alatt átterjedt a padlásra és a tetőszerkezetre is. A fővárosi hivatásos és rózsadombi önkéntes tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a nagyobb pusztítást, és eloltották a tüzet. Az étteremben lévő 40-50 ember sértetlenül megúszta az esetet. A vakáció utolsó heteiben is különleges programokkal várják a gyerekeket a Mátyás táborban. A kézműves foglalkozások mellett például rengeteg sportprogrammal készülnek a szervezők. A hegyvidéki gyerekek szerencsésnek mondhatják magukat. A Mátyás királyúti Mátyás tábor környezetével a táborok többsége nem vetekedhet. Ráadásul az önkormányzat által is támogatott nyaralás nem csak a helyi lehetőségek kihasználásából áll, hanem a szervezők rendszeresen iktatnak kirándulásokat is a programba, a legjobb budapesti játszóterekre, természetvédelmi területekre, a Sashegyre is és a Balaton felvidékre is. Sőt, a gyerekek alászállnak, hogy megismerjék a budai vár titokzatos föld alatti járatait, kazamatáit. Ezzel együtt a tábor területén lévő lehetőségek is sok élményt adtak, illetve adnak a hegyvidéki gyerekeknek, akik a vakáció kezdetét követő hét után már jöhettek is a főváros egyik legkedvezőbb áru táborába. A rekreáció szabadban való sportfoglalkozások voltak a fő irányvonal, és ennek megfelelően hétről hétre különböző programokat, ott a Normafa területén is, és egyébként így körülbelül a 100 kilométeres körzetben, így a kedd és csütörtöki napokon, amikor voltak kirándulás, vannak kirándulások, akkor különböző programokon vesznek részt a gyerekek. A tábor területén ugye van medence, vannak focipályák, strand röplabdapálya, van tanösvény. A hegyvidéki Mátyás tábor életét a strandolás, kirándulás és spontán sportversenyeken kívül vendégművészek fellépései színesíti. Hangszeres kísérettel akár karaoke versenyeket, illetve tánctanulást is szerveznek, ha ezt szeretnék a gyerekek. Nagy kedvenc a néptánc tanulása, úgyhogy ez már szinte minden héten benne van ezekben a programokban. És különböző a rendőrséggel való együttműködéssel oktató programok a tűzoltósággal, és természetesen a kisvasútnak a látogatása és a különböző helyszíneknek a felkutatása is előnyt élvez. Az egy időben majdnem 100 gyermek nyaralását biztosító Mátyás tábor a szülők számára is hiánypótló, hiszen akik nyáron nem tudnak szabadságot kivenni, hogy a gyermekükre vigyázzanak, ide jelentkezhetnek. A reggel 8 órai beérkezés a szülők munkakezdését is támogatja, a napi háromszori étkezés pedig leveszi a vállukról a főzés gondját. A hegyvidéki iskolások egyébként a Mátyás tábornál kissé puritánabb helyen is nyaralhatnak, ha kedvük van a természet közeli élmények kipróbálására. Szigetszentmárton, ami így Budapest határán kívül esik, itt két kerületi iskola, aki igénybe veszi ezt a tábort, ez egy picit nomádabb körülmények között van, ez egy ilyen sátortáborozásra ad lehetőséget, és nagyon élvezik a gyerekek. Itt főleg a testnevelő tanárok azok, akik az iskolákból viszik a gyerekeket táborozni. A sportos programok ennek a tábornak is meghatározzák a napirendjét, ám a kerületben a legmozgalmasabb vagy a legsportosabb időtöltést a MOM Sport és a Városmajőri Sportközpont úszó és kombinált tematikus táborai ígérik a vakációból hátralévő egy-két hétre. A Szent István napi programsorozat részeként 9 minifesztivál várja a látogatókat augusztus 18-a és 20-a között. A Tóth Árpád sétányon például 7 magyar hős 7 hősies tettének története elevenedik meg az elmúlt 1000 évből a Hősök útja programsorozatban. Augusztus 19-én és 20-án csaknem 150 szereplő 10-15 perces jeleneteit teszik átélhetővé a magyar történelem fontos pillanatait.
A Millenáris Parkban zajló divat és dizájn fesztiválon pedig számos kézműves foglalkozáson, fenntarthatósági programon vehetnek részt a látogatók. Társadalmi egyeztetés indult a pesti rakpart jövőjéről. Szeptember 3-áig egy kérdőív segítségével bárki elmondhatja véleményét a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti terület használatával kapcsolatban. A kérdőív a BKK honlapján keresztül érhető el. Az idei nyár, illetve a hőhullámok már eddig is óriási áldozatokat követeltek Európától. Erdőtüzek, földcsúszamlások, sárlavinák, villámárvizek tették tönkre több százezer ember életét. A Kárpát-medence ugyan ad bizonyos védelmet a szélsőséges szélviharoktól, de az általános felmelegedés itthon is megkeseríti az emberek életét. Különösen a városokban élők érezhetik az éghajlatváltozás negatív hatásait. Az idei kanadai erdőtüzekben egy magyarországnyi terület lett a lángok martaléka, és csak ez a természeti katasztrófa 600 millió tonna széndioxiddal terhelte a föld légkörét. Közben Spanyolországban, Görögországban és szinte az egész mediterrán térségben sok százezer hektárnyi erdő pusztul el a klímaváltozás a rendkívüli meleg és szárazság miatt. Ám mindennek az emberek életére is nagy hatása van. Egy friss kutatási eredmény szerint több mint 61 ezer halálesethez járult hozzá Európában a tavaly nyári hőhullám, és ez a szám vélhetően idén tovább emelkedik. Magyarországon is készültek olyan elemzések, hogy a hőhullámok milyen mértékű többlethalálozást okoznak, tehát erre vannak már adatok is, tehát mintegy 15%-kal több haláleset róható a hőhullámok számlájára abban az esetben, hogyha ezek komolyak és hosszantartók. A szélsőségek megjelentek a térségünkben is. A medence hatás bizonyos szélsőségektől vét, tehát mondjuk a tavaszi vagy az őszi nagyon erős az óceán térségéből, tehát az Atlanti-óceán térségéből Kárpát-medence irányába haladó viharokban a szélerősséget csökkenti. Ez a védelem azonban sok esetben kedvezőtlenül alakítja a klímát. A viszonylagos nyugalmat is hozó anticiklonális hatás ugyanis a nagy meleget is tartósítja, vagyis a hőség esetén az átszellőzést mérsékli, és az éjszakai hőmérsékletek is nagyon magasak maradnak, ami ugyancsak káros az egészségre. Az anticiklonális állapot a medence hatás következtében tovább fennállhat. Ugyanez érvényes télen, mondjuk amikor kialakul egy hideg légpárna, akkor meg tud ülni a Kárpát-medencében a hideg levegő, ebben a légszennyező anyagok feldúsulnak, gyenge az átkeveredés. A nyári prognózisokból, illetve az orvos-meteorológiai jelentésekből gyakran kimarad egy egészségre ugyancsak ártalmas légszennyeződés, amelynek kivált oka a rendkívül magas hőmérséklet. Az úgynevezett fotokémiai szmog ugyanis akkor jön létre, amikor a városi környezetben keletkező levegőszennyeződést a nagyon erős napsugárzás átalakítja, és egy a szénmonoxidhoz hasonló, tehát láthatatlan, szagtalan elegyet alakít ki. Ennek hatását a csapadék megjelenése ugyan mérsékli, de Magyarországon egyre kevesebb eső esik. Ami esik, az viszont pillanatok alatt, így ezen a nyáron a csapadék önmagában is veszélyt jelentett a Kárpát-medencében. Különösen városi környezetben szilárd burkolatok esetén okozhat ez nagy problémát, ugyanis a csatornarendszer nem biztos, hogy fel van készülve. A nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű özönvízszerű esőzések befogadására, tehát szintén tehát városi villámárvizek is kialakulnak, de például a Mátrában, vagy ahol a domborzati viszonyok kedveznek annak, hogy nagy mennyiségű csapadék gyűlik össze egy vízgyűjtőn nagyon rövid idő alatt, ott is sárlavinákat, földcsúszamlásokat idézhet elő. Tehát az intenzív események növekedését a csapadék tekintetében is látjuk. A mostani prognózis szerint erre a nyárra, vagyis a következő 2-3 hétre már nem tartogat túl sok meglepetést az időjárás, sem heves esőzésekkel, sem orkán erejű széllel nem kell számolni augusztusban. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!